Köszöntöm a kedves nézőket! Műsorunkban egy olyan eseményről számolunk be, amelyre Pécsett eddig még nem volt példa. November 9-én és 10-én a Jeruzsálemi Szent Csír Lovagrend magyarországi főbiztosa és tanácsa itt Pécsett tartotta lovagavató ünnepségét. Ez alkalommal részesült a lovagi kitüntetésben dr. Maier Mihály megyéspüspökünk is, akit rendhagyó módon neveztek ki, és így ő végezhette többi jelölt avatását. Mára már egyre több egyházi szervezetről hallani, de amikor a lovagokra gondolunk, általában a régebbi történelmi idők jutnak eszünkbe. A Jeruzsálemi Szent Csír Lovagrend azonban ma is élő szervezet. Milyen igények alapján született meg ez a rend? Tulajdonképpen a régi történeti időkben nyúlik vissza a rendnek a keletkezése, épp úgy, mint az összes többi lovagrendé az első keresztes hadjárat idején jött létre. Igazából a Jeruzsálemi Szentsír védelme érdekében, ugyanakkor a Jeruzsálemi Szentsír mellett egy papi testület vigyázott arra, hogy a Szentsír megfelelő kezekbe legyen. Ez mára annyiban változott tulajdonképpen, hogy nem a Szentföldön élünk, viszont élnek Szentföldön keresztények, akiknek segíteni kell abba, hogy megmaradhassanak, élhessenek, és tulajdonképpen gyakorolhassák a hitüket. Ehhez többféleképpen tudunk hozzájárulni manapság részben anyagiakban. Hát nem kell mondanom, Magyarországon nem állunk olyan magaslaton gazdaságilag, hogy nagy mértékben tudnánk segíteni anyagilag a szentföldi keresztényeket. Ez azért példaként hadd mondjam el, hogy világszerte mintegy 40 helyen van a Szentsír Lovagrendnek tartománya, és kb. 30 ezer tagja van. Ezek több millió dollárt adnak arra, hogy a Szentföldön iskolákat, egyházakat, kórházakat, patikákat tartson fent a rend. Hozzá kell azt is tenni, hogy ezek a patikák, iskolák nem csak a keresztények számára vannak nyitva, hanem minden olyan ember számára, aki a Szentföldön él és rászorul. Magyarországon elsősorban kulturálisan tudunk tenni jelenleg a Szentföldért. Ez a kulturális cselekedet tulajdonképpen azt jelenti, megpróbáljuk az emberekben azt a tudatot meggyökeresztetni, hogy a Szentföld ma is létezik, a Szentföld az, ahol Krisztus született, ahol Krisztus meghalt, és ott tulajdonképpen szükség van arra, hogy a keresztények jelen legyenek. A szentföldi helyzetet, a szentföldi állapotot, a szentföldi keresztényeknek tulajdonképpen az ott tartását segíti elő a rend, és mi, amikor itt Magyarországon a Szentsír Lovagrend tagjai vagyunk, akkor lényegében azt fogadjuk meg, hogy segítünk tudomására hozni az embereknek, hogy azok a keresztények, akik a Szentföldön élnek, és védik a Szentföldön lévő keresztény emlékeket, azok milyen nehéz sorban élnek. Milyen vezetés, irányítás alatt működik a rend? Röviden szólva a Szentsír Lovagrend, a Szentszék hivatalos lovagrendje. Tulajdonképpen két egyház által elismert lovagrend létezik. A Máltai Lovagrend, amelyik egy közismert lovagrend Magyarországon, valamint a Szentsír Lovagrend. Ez azt jelenti, hogy mi valódi szerzetes rend vagyunk, ugyanúgy, mint a máltaiak, csak világiakból áll elsősorban a lovagrendnek a tagsága. Természetesen papok is vannak benne, ez elengedhetetlen egy ilyen szerzetes rend esetében. A Szentszék hivatalos lovagrendje azt jelenti, hogy a pápa fősége alatt egy bíboros nagymester védelmébe van a szervezetünk, a bíboros nagymester Carlo Furno bíboros, aki tulajdonképpen a rendet irányítja Rómából közvetlenül. Magyarországról mióta vannak lovagok a rendben? Magyarországon ugyancsak történelmi időkben visszanyúlva 1207 óta van ez a rend jelen, de a két világháború között is létezett. Sajnos a két világháború közötti lovagok közül egy sem maradt meg, mára valamennyien előbb meghaltak, mint hogy a rendszerváltás után az újrakezdést megérhették volna. Érdekességképpen hadd mondjam meg, egyetlen ruha
őrizte meg tulajdonképpen a lovagrend emlékét. Ez az egyetlen ruha is a Munkásmozgalmi Múzeumban Budapesten maradt meg, ma jelenleg a Nemzeti Múzeum kiállításán látható. 1991-ben volt az első Szentcsér lovagavatás Magyarországon, és azóta a pécsi lovagavatás lesz a harmadik. Tulajdonképpen a kezdeti létszámunkat már megdupláztuk azóta. Ki lehet rendtag? Rendtag semmiképpen nem lehet jelentkezés alapján, tulajdonképpen meghívás alapján lehetnek rendtagok. Általában a különböző egyházmegyékből javaslatot kapunk, hogy ki az, aki alkalmas arra, hogy a Szentcsér lovagrendnek a speciális feladatát teljesíteni tudja, és az ő tevékenységüknek a megvizsgálásával, illetve az ajánlásával mi fölterjesztjük az ő anyagokat a Szentszékhez, és az államtitkárság jóváhagyásával lehet, tehát a Szentszék államtitkárságának a jóváhagyásával lehet bárki Magyarországon a Szentcsér lovagrend tagja. Szeretnénk azt, hogyha az egyes egyházmegyékből kapnánk olyan javaslatokat, hogy kik alkalmasak arra, hogy a Jeruzsálemi Szentcsér lovagrend tagjai legyenek. Ezért a püspökatyákhoz fordultunk és fordulunk, és kérjük őket, hogy javasoljanak olyan híveket, akik úgy az ő megítélésük szerint alkalmasak arra, hogy lovagi feladatokat teljesítsenek. Ezért, mivel a pécsi püspökatya vállalkozott arra, hogy segít a toborzásba, ezért jöttünk el Pécsre, és itt avatjuk, részben püspökatyát vesszük föl tagjaink sorába, részben pedig azokat a jelölteket, akik az elmúlt 2-3 évben jelentkeztek, illetve javaslatot kaptak, hogy a rendünkbe fölvételt nyerhetnek. Kik a mostani jelöltek, akiket itt Pécsen avatnak lovaggá? Mostani jelöltek, kisé zavarba vagyok, mert 5 voltak, de most 4 vannak, hiszen én közvetlenül Rómából kaptam a kinevezést, és így a mai este, amikor a ruhákat megáldottam, amit majd holnap felvesznek, az még mindig jelzi akkor azt, hogy én már köztük is vagyok, de már ki is emelkedtem közülük valahogy. Helyi viszonylatokban mit jelent a Szentföldért való szolgálat? Helyi viszonylatban talán annyit jelent, hogy abból a kevéske pénzből, ami van, valamit mi is akarunk juttatni, és amikor a harmadik világért is akarunk valamit tenni, az annyit jelent, hogy a második világ, amelyben mi vagyunk, hogy ne csak mindig az elsőt irigyelje, hanem lássa a harmadik szükségleteit. Hogyan történik a lovaggáavatás? Lovaggáavatás abszolút hagyományosan történik, pont úgy, ahogy annak idején a lovagrend kezdetekor kardcsapással történik. Hát természetesen ez nem egy komoly igazi, tulajdonképpen a karddal csak megérintik a lovagvállát 3-szor, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, és ez jelenti az avatást. Hadd mondjam el, hogy ahogy beszéltem, hogy a lovagrendnek nem csak lovagtagjai vannak, hanem vannak papi tagjai, illetve hölgytagjai is. Természetesen sem a papokat, sem a hölgyeket nem avatják, legalábbis nem karddal. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Fogadd, Urunk Jézus Krisztus keresztjét, mely oltalmaz téged, és ezért szakadatlanul ismételt rendünk imáját. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. A rend jelképe az 5-ös kereszt. Mi ennek a jelentése? Az 5-ös kereszt, vagy szokták Jeruzsálemi keresztnek is nevezni, vagy Bujon Gottfried keresztnek, ilyen régi időkre nyúlik vissza, tulajdonképpen Krisztus öccsemét jelképezi.